Gyulai Pál éj látogatás. Három álmos él magában, egy elhagyott sötét szobában. Zivataros idegény van, édesanyja különbségében. Édesanyám, édesanyám, altass el már, úgy alhatnám. Az egyik elmúlszik, sóhajtása fölfölhúzik. Beteg vagyok, édesanyám, hol maradtál? Nem gondolsz rá, mond a másik, s jajjal nézi, a fájdalmat kétszer érzi. Édesanyám, gyújts világot, nem tudom én, jaj, mit látok. Harmadik mond, minden égség, temetőben hosszul egység. Megnyílnak a nehéz hangok, kilépségból édesanyám. És tovább ebben a vakében, az a felés, az ösvény. Arca halvány, hangja régi, fia, lánya, megyes méri. Én már tőle hogyan félnek, megcsókolják, mintha élnek. Az egyiket betakarja, másikat felfogja karja, harmadikat ápolgatja. És ott vigyázz a kis ágyon, mi elhúzszik, mind a három. Majd megint szép tekinget, keresi a régi rendet. Rendbe hozza a szobácskát, helyre teszi a ruhácskát, és az almokat hosszan nézi, csókját százszor megtetézi. Kakas szóra, üt az óra, el kell válni újra tóra. Visszanéz a véghatárú, sír megnyílik, sír lezárul. Ó, a sír sok mindent elfed. Búj, örömet, fény, szeretet. De ki gyermekét szerette, gondját sír, elmond.